Ismét megszavazta a parlament a veszélyes medvék településen kívüli eltávolítására vonatkozó törvényt. A változtatásokról Köncei Csaba, az RMDS háromszéki parlamenti képviselője számolt be híradónknak. Tavaly nyáron Táncos Barna környezetvédelmi miniszter javaslatára olyan sürgősségi kormányrendeletet fogadott el a kormány, amely medve támadás esetén lehetővé tette az azonnali közbelépést a település határain belül. Mivel nem csak a belterületekre járnak be a nagy ragadozók, hanem szívesen látogatják meg a településtől távol eső, külterületnek számító mezőgazdasági területeket, ahol szintén emberi tevékenységek zajlanak, az RMDS frakciója úgy módosította a törvényt, hogy az a település határain kívül is érvényes legyen. A képviselőházi szavazást követően azonban Klaus Johannis államfő a törvénytervezet újra tárgyalását kérte. Az újratárgyalt változatot döntőházként szavazta meg a képviselőház. Bizony szükség lett volna még arra is, amit az első tervezetben benne volt, hogy ha valakinek, valaki medvetámadás áldozatra lesz, akkor jogos önvédelemként megölhesse a pár persze Ez kikerült az almárnök újra államelnök kérésére az újra ö, tárgyaláskor, ö, ugyanis ez a büntető törvénykének a módosítását is jelentette volna. Ez kikerült, de sikerült azt átvinni, hogy a beavatkozás az nem csak belterületen, hanem külterületen is történje. A sürgősségi kormányrendelet életbe lépése óta 246 beavatkozás történt. 201 alkalommal elhajtották a nagyvadat, 29-szer az áttelepítéshez folyamodtak, 15 esetben a kilövést alkalmazták, tájékoztatott az RMDS háromszéki parlamenti képviselője. Hangsúlyozta, a törvény nem a medvék lemészárolásáról szól, a cél az, hogy a veszélyes egyedeket el lehessen távolítani az emberektől.